Három éves termesztési szerződésekkel segítenék a fenntartható dohánytermesztést Magyarországon. A 2016-os korlátozásokat is feloldják, melyeket a túltermelés miatt vezettek be, mondta el az ULT Magyarország agronómiai igazgatója a dohánytermelőknek rendezett Nyíregyházi fórumon. Fekete Tibor azt is hangsúlyozta, kiemelt fontossággal bír az egységes szabályozás is az ágazatban. Ezt szolgálja a fenntartható dohánytermesztés program, illetve az adatkezelést segítő mobil leaf applikáció. Nőtt a megtermelt és a felvásárolt dohány mennyiség 2017-ben. Tavaly mintegy 3400 hektárra kötöttek termelési szerződést a felvásárló társaságok a gazdálkodókkal, ami 20 hektárral haladta meg az előző évit. Ebből 2300-2400 hektáron Virginia, a maradékon pedig Burditt dohányfajtát termesztettek. A magyar kormány közel 5 milliárd forintos támogatást biztosít 2020-ig az ágazatnak, hogy segítse a megfelelő termelést. Fekete Tibor, a legnagyobb hazai termeltető és felvásárló társaság, az ULT Magyarország agronómiai igazgatója Nyíregyházán elmondta, a fenntartható magyarországi dohánytermesztés érdekében három éves szerződést kívánnak kötni a termelőkkel. Ez mintegy 700 termelőt érintene. A legfontosabb szempont a szerződéseknél az, hogy a korábbi korlátozásainkat, amit 2016-ban bevezettünk a túltermelés miatt feloldjuk, 4000 tonna Virginiát és 1000 tonna vagy 1000 tonna fölötti bőli mennyiséget szeretnénk megtermeltetni a termelőnkkel. Az ULT számára kiemelten fontos, hogy a világ minden táján egységes elvek alapján történjen a dohánytermesztés. Ez szolgálja a fenntartható dohánytermesztés program, ami szabályozza a foglalkoztatás rendszerét és a termesztési technológiákat, figyelembe véve azok környezetre gyakorolt hatását. Köszönöm a stúdióban Bényei élést a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnökét jó estét sokan, jó estét kívánok. Kezdjük talán azzal, hogy jó néhány nehéz év van a dohánytermelők mögött. Egy picit beszéljünk erről, hogy tulajdonképpen mik okozták a nehézséget, és mennyire viselte ez meg a magyar dohánytermelőket, mennyien szelektálódtak ki az elmúlt években ebből az ágazatból. Igen, hát itt vissza kell akkor tekintenünk még az Európai Uniós csatlakozást megelőző időkre ugyanis ekkor különböző védővámok alkalmazásával biztosított volt a hazai piac. Ez azt jelentette, hogy ha ebbe az országba külföldről hoztak be dohányt vagy dohány alapanyagot, akkor erre kemény védővámot vetettek ki. Így hozták helyzetbe tulajdonképpen a magyarországi termelőket, mert olcsóbb volt a magyarországi cigarettagyáraknak a hazai terméket megvásárolni. Ez az uniós csatlakozást követően ugye megszűnt ez a védőkorlát, mert hogy Európán belül a szabadkereskedelem ezt már nem ismeri. Ekkor következett az be, hogy versenyeznünk kellett a világpiacsal, ezen belül pedig különösképpen az európai dohánypiacsal. Ekkor az Európai Uniós csatlakozásnak köszönhetően egy Európai Uniós támogatást kaptunk, így a korábbi ö, csatlakozást megelőző felvásárlási árak lényegesen ö, csökkentésre kerültek. E, igen, de a ö, probléma ott kezdődött, hogy mi tanulmányoztuk a ö, különböző korábbi tagállamoknak a gyakorlatát, hogy milyen támogatást kaptak. Magyarország nem ezt a szisztémát kapta lehetőségként nem a mennyiségi, hanem a terület alapú támogatást kaptuk, ez már torzította megint a versenyhelyzetet. Amikor megtanultunk már együtt élni ezzel a fajta támogatási rendszerrel, akkor viszont kezdődött, de már 2003-ban már meghirdette az Európai Unió, hogy a dohánytermelés nem részesíthető támogatásba. Hát ez szerencsére azért 2010-ig ki lett húzva, és majd 2000 2010-től 2015-ig már nem a termeléshez kapcsolt támogatást, hanem egy szerkezet átalakítási támogatásra találtunk lehetőséget, illetve hát talált a magyar kormány lehetőséget. Ez uniós forrás volt, és ez tulajdonképpen biztosította ebben a 2010-15 közötti időszakban a jövedelmező gazdálkodást. Ekkora támogatás mértéke az lényegesen meghatározó volt a felvásárlási árhoz képest, így ez is kicsit eltorzította. Elkövetkezett a 2015, amikor is az Unió teljes egészében megszüntette ezt a fajta támogatást és innentől már kizárólag nemzeti forrásból táplálkozó támogatásokat tudunk igénybe venni, amelyiknek a mértéke lényegesen alacsonyabb, mint a korábbi uniós támogatás. Ugyanakkor a rendszere nagyobb szigorúságot, nagyobb követelményrendszert támaszt. Ugyanakkor ennek a lehívhatóságához is lényegesen nagyobb adminisztrációs kötelezettségeket ró a termelőkre, amelynek azért bizony nem kevés esetben nem tudtak maradéktalanul megfelelni, és így a napjainkban már most minte 2 millió forintot is meghaladó hektáronkénti termelési költségnek a megtérülése, bizony bizony egyes gazdáknál ez veszélybe került, vagy okozott akár megélhetési problémát is ennek a támogatásnak az administratív okok miatt történő elmaradása. Hány családot érint itt a megyében a dohánytermelés és az utóbbi évek bizonytalansága és változásai miatt? hányan voltak kénytelenek ebből, hogy erről lemondani? Beleg megyébe 12-14 ezer körüli család folytat még dohánytermeléssel kapcsolatos tevékenységet. Azért ezelőtt még 8-10 évvel ennek a létszáma bizony a 20 ezeret közelítette meg szabolcs már bereg megyébe, míg országosan ez mintegy 25 ezer családot jelentett. Mit jelentett az, hogy itt Nyíregyházán megszűnt a dohányfeldolgozás? Ez tulajdonképpen egy rendkívül nagy bizonytalanságot jelentett, mint a felvezetésben is említésre került a 2016. február 16-ai tájékoztató, ahol a piaci problémáknak a eredményeként csökkenésre, csökkentésre kerültek a dohánytermő területek. Szerencsére ezt nem kellett maradéktalanul alkalmaznia az ULT-nek. A meghirdetett 50 kal szemben egy azért 70 ot is meghaladó termelés fennmaradt. Így ez kevésbé jelentette azt, hogy emiatt csökkentek volna a dohánytermelőknek a számai. Viszont ha megnézzük 2012. 2002-től folyamatosan csökken a dohánytermő terület. Ilyen okok miatt, mint amit itt említettem, de hozzá kell tegyem, hogy azért a 2000-es években, 2010-ig az volt a jellemző, hogy már a termelést szinte befejezték a termelőt, és még akkor nem ismertük, hogy milyen támogatást fogunk kapni. Szóval ez egy rendkívül bizonytalan időszak volt. Most ezen már túl vagyunk, hála Istennek 2020-ig az ágazat vezetése, a mezőgazdasági kormányzat vezetői kijelentették és biztosították a termelőket arról, hogy azt a támogatást, amit már elmúlt évben, azt megelőző évben kaptunk, ezt 2020-ig ők fent kívánják tartani, ha és amennyiben egyben marad a dohánytermelés. Erről az oldalról most már mondhatnám, hogy akkor hátra dőlhetnénk, csak hogy jön egy újabb probléma. Ez az újabb probléma pedig a most már évről évre jelentkező munkaerőhiány. Mert hogy sajnos a dohányágazatot is elérte az, hogy időszaki dolgozókat, alkalmi munkásokat nem tudunk találni, mert hogy azok más munkaterületre vannak, hogy is mondjam, csak átirányítva és bizony-bizony olyan is előfordul, hogy többszörös bérért sem hajlandók most már eljönni, egyrészt meg vannak elégedve azzal, ők azt be tudják maguknak osztani, úgy, ahogy élnek abból, nem kívánnak komolyabb erőfeszítéssel érdemi munkát végezni, és hát ez miatt nagyon sok termelő gondolkodik azon, hogy vagy csökkenti a dohánytermő területnek a mértékét, vagy akár fel is hagyja a termeléssel. Mit, mit tud javasolni a, a szövetség például? Van-e van -e valamilyen ötletük arra, hogy ezt hogyan lehet, hogyan lehet feloldani? Hát egyrészt azt tudjuk ezen az oldalon tenni, hogy a kamarával, az agrárgazdasági kamarával szoros együttműködésbe uhum. keressük annak a lehetőségét, hogy akkor nevén nevezve a közmunkaprogramból hogyan lehet átvenni időszakos foglalkoztatásra dolgozókat. Vannak már eredmények ezen a téren, itt bizonyos önkormányzatoknál már egész jól működik, de még nagyon sok feladat, nagyon sok tennivaló van ezen a téren, hogy ezt egy járhatóvá tenni mindkét oldalon olyan formában, hogy a önkormányzatoknak a feladatai is maradéktalanul el legyenek végezve. De itt nem csak a dohánytermelésről, hanem egyáltalán a, a mezőgazdasági tevékenységről, a, a zöldség-gyümölcstermelésnél, ahol időszaki foglalkozás elkerülhetetlen, itt ezek a problémák nagyon a körmünkre égtek. Magyarul itt a helyi önkormányzatokkal kellene szorosan együttműködni, Pontosan. és közösen gondolkodni hogy igen, ezt igen. hogyan lehetne. Mit jelent a fenntartható dohánytermesztési program, és a jövő szempontjából ez hogyan lesz tartható a termelők részéről? A fenntartható dohánytermelés alatt azt kell értenünk, hogy olyan terméket kell kibocsásolni, uh -huh kibocsájtani a tárvalőknek, amelyik minden szempontból, egészségügyi szempontból, környezetvédelmi szempontból, foglalkoztatás szempontjából maximálisan kielégíti a kor követelményeit. Mint ahogy a felvezetőben volt az ULT Magyarország, ő egy multinacionális cégnek az egyik régiós szervezete, az ULT az egész világon folytatja a felvásárlást, a dohány felvásárlását, és egy egységes rendszerbe foglalt követelmény rendszert támasztanak a dohánytermelőkkel szemben, amit természetesen a cigarettagyárak is, és hát nem beszélve arról, hogy az egészségügyi szervezetek, de a munkaügyi szervezetek is megkövetelnek, és akkor még a környezetvédelemről nem beszéltem. Tehát itt olyan dolgokat kell ezen a térteni, hogy a termesztés során csak legális munkaerőt foglalkoztatnak. Sajnos vannak még országok vagy földrészek, ahol gyerekmunka is bebekerül a dohánytermelésbe. Ez Magyarországon, de Európában már régóta nem probléma. A másik nagyon komoly kérdés a környezetnek a védelme, tehát olyan módon végezzük a tevékenységünket, hogy az élhető környezetet ne árosítsuk, hanem éppen ellenkezőjét, annak a tisztaságát fokozzuk. Tesszük ezt akkor is, amikor növényvédőszereket alkalmazunk, hát itt most már a még az alkalmazásán rég túl vagyunk, mert ezt már valamennyi termelő ismeri, de olyan növényvédőszereket használjunk, amelyik a betakarítás ig lebomlik a dohány növénybe, és nem megy tovább. Magyarul a fogyasztó azzal már nem találkozik akkor, amikor élvezeti cikként a cigarettár szívja. Ezek a követelmények okoznak nehézséget a, a helyi termelőknek itt a megyében, vagy már ezt ezek, folyamatában. Ezek, ők már, ezt így ezek már évtizedek óta így vannak, tehát a szerződés megkötésekor egyidejűleg ott van benne a permetezési napló, fel van tüntetve, hogy milyen növényvédőszereket lehet alkalmazni, és ezeket a növényvédőszereket dátum szerint, hogy meddig lehet a termesztés során bevetni ez tulajdonképpen végig kíséri most már ezek az adatok, a adatokat, dohányt, amikor értékesíti a gazda, egész a cigarettába történő betöltésig, és ott vannak a mért adatok mellé hogy milyen összetevőből, milyen százalék, vagy konkrétan milyen részarány van, milyen részarányban található a növényben. A fogyasztó tehát már biztonságban érezheti magát, a termelők pedig úgy tűnik, hogy lassan-lassan hát a, lassan, a, a kiszámíthatóság felé elindulnak. Szóval az az említés, hogy a dohányzás káros az egészségre, de itt kell mindenképpen megemlítenem azt, hogy a legális cigarettának az egészségre gyakorolt káros hatása az nagyságrendel kevesebb, mint az illegális, illegális. kereskedelemben. És akkor ez lesz az árszabunk vényei, és köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. És köszönöm szépen.